Itt állok a Szekszárdi Szakképzési Centrum Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiumának standja előtt, most pedig Fúrján Katalinhoz, az iskola általános igazgatóhelyetteséhez fordulok, és kérdezném, hogy milyen képzési palettával kínálják meg az érdeklődőket, milyen képzések fognak indulni? Elsősorban szakképző iskolaként 9 szakmát kínálunk a 2020-21-es tanévre vonatkozóan a hozzánk jelentkezőknek, az érdeklődőknek. Ez a 9 szakma a következő területekből áll és adódik. Az építőipar területén a köműves, illetve a festőmázoló tapétázó szakmát tudjuk kínálni. Az elektronika területén az elektronikai műszerész szakmát, a vendéglátás tekintetében a szakácsot, a panziós fogadós szakmát, illetve a kínálatunkban természetesen ott van a vendégtéri szakember, mint szakmakínálat. Ezen kívül az élelmiszeripar területéről a pék cukrászképzést, és a fémipar, ami egy nagyon-nagyon hangsúlyos terület a mi iskolánkban, területéről pedig a hegesztő szakmát. Tehát, mint mondtam, mi elsősorban szakképzőiskola vagyunk, de természetesen a technikusi képzést választóknak is van 3 ajánlatunk. Ez a 3 ajánlat pedig a következő: az elektronikai technikus, a kereskedő, illetve webáruházi technikus, ezen kívül természetesen a vendégtéri szaktechnikus. És az előbb kifelejtettem a szakképzési szakmakínálatunkból a kereskedelmi értékesítő szakmát. Szóval mindenképpen a szakképzés tekintetében azokat várjuk, akik egy jó szakmát szeretnének 3 év alatt szerezni, de természetesen azoknak is szeretnénk lehetőséget kínálni, akik a technikusi képzésben az érettségi és a szakmatanulás előnyeit egyben 5 év alatt szeretnék letudni. Mikor lesznek a nyílt napok az iskolában? Nagyon szerencsés számunkra ez a pályaválasztási szekszárdi kiállítás, hiszen ezt követően a jövő héten, azaz november 21-én és 22-én 8 és 12 óra között várjuk tanműhelyi bemutatóval, interaktív játékos feladatokkal, egy általános tájékoztatóval a minket választókat, illetve a nagy közönséget, az érdeklőket, de akinek mindezt nem sikerül megtennie és még bizonytalan, annak módot és lehetőséget biztosítunk január 10-én is erre a lehetőségre. Az iskolától 300 méternyire található a 60 fős kollégiumunk, ami azt gondolom, hogy mai viszonylatokban egy jól felszerelt, korszerű épületnek, illetve szolgáltatást nyújtó alapbázisnak számít.